Darálják a gyümölcsöt a Szepesi Pálinka főzde udvarán az almacefre előkészítéseként. Itt, Szepesi Tibornál már mindössze 150 liternyi cefréből is vállalnak főzést, mindez pedig a térség egyik legkorszerűbb berendezésével. Emellett a cefre beszállításával, valamint a gyümölcs feldolgozásával is foglalkoznak. 2000-es évek elején csöppentem bele így a gasztronómiába, akkor bográcsos ételeket kezdtem el főzögetni, baráti körökbe meghívtak, rendezvényekre főztem, fesztiválokra főztem, vagy fesztiválokon is főztem. Majd 2006-ban akkor kaptam egy üveg pálinkát, előtte nem is igazán fogyasztottam pálinkát, mert nem ízlett, nem voltak olyan jók a pálinkák, hogy ízlenek nekem, tehát nem voltak jók, és 2006-ban kaptam egy kedves ismerősömtől egy üveg megypálinkát. Ez a megypálinka, ez valahogy más volt, tehát egy finom, nagyon jó pálinka volt, majd egy szakértővel, aki szintén a baráti körben van, aki ezzel foglalkozik egy nagy üzemnél, azzal megkóstoltattam, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó minőségű pálinka, ezt valószínűleg nem is itt a környéken főzhették. Na aztán az a lényeg, hogy utána mentem a dolognak, és akkor derült ki, hogy ez Preku Gyula Kokadé főzőmester főzte ezt a pálinkát. Ez az ismerősöm, aki szakember volt a dologban, mondta, hogy hát tudunk mi ilyet csinálni, vagy tudok én is, akár tudsz te is ilyet csinálni, mondta ő. Vásároljál meggyet, akkor olcsó volt aránylag a megy, vásároltam meggyet, hát már nem tudom mennyit, vagy 4-5 más a meggyet megvásároltam, segített a becefrézésbe, és én megkerestem Preku Gyulát, hogy főzze ki nekem ezt a meggyet, kifőzte nekem ezt a meggyet, és egy nagyon jó megypálinka lett belőle. Most ezzel kezdődött a dolog, utána éveken keresztül, egy pár éven keresztül mindig vásárolgattam ilyen-olyan gyümölcsöket, és akkor megcsináltam a cefrét, próbáltam odafigyelni mindig, hogy az tökéletes legyen, utána olvastam, stb., megkértem az ismerősöm segítségét, és mindig Preku Gyulához vittem főzetni a pálinkát, majd 2009. augusztus 24-én Kisbéren nyaraltunk, amikor a hotelben, ahol laktunk, volt egy ilyen grillezős este, és ott találkoztam, a grillhez járt nekünk mindenkinek egy pohár pálinka, ott találkoztam Varga László csetényi főzőmesterrel, és hát egész este végül is elbeszélgettünk, egy hosszasan elbeszélgettünk, és ő mondta, mikor így a pálinkáról ugye hosszan elbeszélgettünk, hogy ilyen embernek kellene pálinka főzdét építeni, ilyen, mint amilyen én vagyok, tehát aki szívvel lélekkel így csinálja a dolgot. Hát akkor gondoltam egy nagyot, és mikor felmentem a szállodai szobába, akkor mondtam a feleségemnek, ez egy ilyen 11:30 körül lehetett, hogy pálinka főzdét fogunk építeni. Hát ő mondta, hogy túl sokat ittál, feküdj le, de másnap ez nem múlt el, és az a lényeg, hogy 2009, tehát még akkor, 2009. szeptember 9-én már Kecelen ültem egy iskolapadba, ott elvégeztem egy év alatt a pálinka főző iskolát. Nagyon jó tanáraim, oktatóim voltak, az ország minden részéről már gyakorló pálinkafőzők, meg még azok, akik még ezután akartak pálinkát főzni, komoly borászokkal ültem, tanultunk, és ott laktunk a szállodában, tehát pénteken mentünk, szombat, vasárnap ott voltunk, és mindig a pálinkáról volt szó, tehát e körül forgott minden, és ott elég sok mindent sikerült elsajátítani. A gyakorlati részét, tehát azt meg már ugye nem is kérdés, azt Preku Gyulánál végeztem el, a Kokadon. Na hát tehát nagyjából így kezdődött a dolog, és 2013 október 23-án nyitottuk meg a pálinka főzdét, akkor a sikerült önerőből szinte minden saját kezület, családi segítséggel, barátok segítségével, amiben tudtak, segítettek felépíteni ezt a pálinka főzdét. Akkor még egy sorral kezdtünk, egy kisüsti pálinka főző berendezéssel, majd következő évben bővítettük ezzel a tornyos berendezéssel a főzdét. Berendezések. Azt is elmondtad, hogy van olyan berendezés, úgymond tulajdonképpen a pálinka főzés szívvel egyik nagyon fontos állomás, a szívvel lelke talán, ami már a ti kezetek munkáját dicséri. Így van, ennek a tornyos lepárlónak maga a lepárló része az itt készült hátul a műhelyben, ehhez magát a szerszámokat is mi készítettük, meg készítettettük esztergályossal, stb. Tehát ez egy abszolút saját gyártású oszlop. Hát maga az oszlop egyébként másolat, ez egy német gyártónak talán a legismertebb, leghíresebb, a Kóte
cégnek az oszlopa, viszont itt készült, tehát nálunk. Nem megvásároltam, hanem legyártottam, meg hozzá a hűtőt, meg egy mosót, tartályt. Tehát ez azóta is, 2015-ben készítettük ezt, ez azóta folyamatosan jól működik. Pálinka főzés. Hogyan lesz a gyümölcsből pálinka? Mesélj nekem magáról a berendezésekről, illetve magáról a folyamatról. Hát a gyümölcsből abból úgy lesz pálinka, hogy az érett gyümölcsöt megfelelően feldolgozzuk. Tehát ha az alma testűeket daráljuk, a csonthéjasokat kimagozzuk, a szőlőt azt lebogyózzuk, tehát ez így lesz. De még azt nem mondtam, tehát először is megtisztítjuk, ha arra szükség van, akkor tisztítjuk, mossuk a gyümölcsöt, és csak a technológiailag érett gyümölcsöt használjuk fel pálinkának. Tehát az éretlen zöld betegségben lehullott, kukacos, stb. Ilyen gyümölcsöket nem használunk fel, mert abból nem lesz jó pálinka. Viszont ami túlérett, betegségekkel fertőzött, szennyezett, tehát azokból sem készül jó pálinka. Tehát megfelelően feldolgozzuk a gyümölcsöt, a gyümölcs feldolgozása után tárolóedényekbe kerül, amiben az erjesztés történik, beoltjuk, tehát mi mindenképpen használunk hozzá faélesztőt, élesztő tápanyagot, és ha szükséges, akkor pektinbontó enzimet használunk. Ezek azért kellenek, hogy maga a cefre az irányítottan erjedjen, és az élesztők a gyümölcs cukorhoz minél jobban hozzáférjenek, tehát nyilván ez azért van a gyümölcsnek a feldolgozása, a darálása, pépesítése, a rostokhoz minél könnyebben bejusson az élesztő, utána pedig ugye az a lényeg, hogy mikor beletettük az élesztőt, akkor az élesztőt minél jobban kiszolgáljuk. Az élesztő kiszolgálás az nyilván a élesztő tápanyaggal, az adott a megfelelő hőmérséklettel és a megfelelő időközönként történő megkeveréssel ilyenekkel történik. És ahogy kierjedt a cefre, ugye azt többféleképpen meg tudjuk állapítani, ugye ha megfordul a cefre, tehát leül a tetejére, akkor is kierjedt, öngyújtóban megnézzük, vagy gyufával, ha nincs széndioxid képződés, akkor is kierjedt, vagy van egyéb más módszer is, amivel meg tudjuk nézni, hogy mikor van kész a cefre, akkor pedig minél hamarabb kifőzzük, ha nincs a kifőzésre lehetőség, mert később van hely a főzdébe, akkor pedig megpróbáljuk eltárolni. Mikor már kész van egy cefre, akkor minél hűvösebb helyen kellene tárolni, és ha lehet, akkor magára a felületére egy fóliát rátenni, és úgy rátenni a fedőt, hogy oxigénnel ne is érintkezzen az a cefre, mert ugye az oxidáció az már ilyenkor nem használ neki, mert még az erjedés tart, addig a széndioxid képződés, a széndioxid megvédi a káros folyamatoktól, fertőzésektől, utána, amikor már leáll az erjedés, akkor már az oxigén van, és az oxigénbe, dús közegbe, ugye ezek a baktériumok, amik nem kellenek nekünk, ezek jól tudnak szaporodni, és nagyon sok magát a cefrének az alkoholtartalmát csökkenti, abból él. Tehát nagyjából így készül a cefre. Tehát a cefrét azt mi szivattyúval szivattyúk be, gumilapátos szivattyúink vannak, azzal szivattyúk be itt a cefre előkészítőből, az előtérből, amit a mögöttem lévő előtető alatt található, onnan szivattyúzzuk be a főzőberendezésbe. A főzőberendezéseink azok vízköpenyesek, nyomott vízköpennyel rendelkeznek, tehát egy olyan 106-8-10 fokon tudjuk főzni maximum a cefrét. Ezek nyilván nem ragadnak le, mert ahhoz nincs annyi, tehát ahhoz kevés az a hőmérséklet, hogy a cefre az üstnek a főzőfalára hozzáragadjon. Keverővel vannak ellátva a berendezések, tehát így jut be, így megy a főzés folyamata, így kezdődik. Következő állomás? Leegyszerűsítve úgy történik a dolog, hogy felfőzzük, ugye az alkohol elkezd belőle kipárologni, felkerül az üssisakba, az üstből felkerül az üssisakba, utána a páracsövön, ami ott látható, az a fényes cső, a magasabbikon, azon bekerül ide az oszlopba, az oszlopon elindul fölfelé a pára, és akkor menet közben vannak tányérok, majd mindjárt arról is beszélek, de nem még most csak felmegy egy úgynevezett deflegmátorig a pára, aminek az egy csőköteges hűtő, aminek a hőmérsékletét azt itt egy szeleppel szabályozzuk, egy termószeleppel, és akkor az alacsonyabb rendű alkoholok azok a deflegmátoron kicsapódnak, ugye a hideg-meleg hatására, azok visszaesnek a tányérokra, a magasabb rendű alkoholok azok viszont túl tudnak menni a véghűtőbe, és akkor ott már
ugye itt jön ki belőle, ez már a pálinka végül is. Hát ugye itt egy előpálattal kezdődik, de oda majd visszatérek. Tehát az a lényeg, hogy ahogy a deflegmátorról visszacsorog az alacsonyabb rendű alkohol, tehát ez egy vízzel telített alkoholos elegy, az a tányérokon megáll, a tányéroknak van egy szintezője, tehát egy túlfolyója, és minden tányéron kialakul egy szint ebből a folyadékból, és a gőzök utána csak úgy tudnak átmenni, mivel két összefordított tányérról van szó, csak úgy tudnak átmenni, hogy ezen a folyadékon keresztül kell neki mennie, és akkor itt még ugye, mert ez a folyadék, ez közben ez egy aromanyagokban gazdag folyadék, itt még a gőz tovább szed össze aromanyagokat, és úgy kerül lépcsőről fentebb. Minél fentebb van a lépcsőn, annál magasabb az alkohol koncentráció, az aroma koncentráció, és utána tud feljutni ismét a deflegmátorba, és akkor a magasabb rendű alkoholok tovább jönnek. Na most tehát ezt az eljárást egyébként, ezt a rektifikációt, ezt használják nagyon sok helyen, parfümök gyártása, gyógyszeripar, pálinkafőzés, szeszgyártás, kőolajok finomítása, sav koncentrálása, tehát nagyon sok helyen használják magát ezt az eljárást. És végül is, tehát az a lényeg, mondom, hogy amikor itt lefinomodik, túljön rajta, átmegy a véghűtőbe, lehűl, akkor kész van belőle a pálinka. Na most itt a pálinkánál ugye itt először egy rézerej előpárlat elegy, az jön ki, az tele van metilalkohollal, sőt metilalkohol, ez mérgező anyag, ezt elengedjük, itt van a berendezés mögött egy tartály, egy szelep elfordításával oda belengedjük. Ez az előpárlat, és akkor mikor megfelelőnek tartjuk a mennyiséget, mikor már nem érezzük az illatát, meg tudjuk, hogy mennyit kell elvenni belőle, akkor elfordítjuk a csapot, és akkor jön a középpárlat. A középpárlat az már a szeszmérőgépen keresztül jön. Ez a szeszmérőgép ez megméri az alkoholfokát, a mennyiségét, és jön egy gyűjtőedénybe, amit majd később fokolunk meg. A középpárlat után jön egy utópárlat, az utópárlat az szintén egy szelep elfordításával ugyanoda, ahova az előpárlat ment, azt az utópárlat is ugyanoda engedjük le. Ez későbbiekben megsemmisítésre kerül, végül is ez nem hasznos anyag. Tehát itt a hasznos anyag az a középpárlat. Én elkötelezettje vagyok annak, hogy megreformáljam egy picit az embereket, de nem csak az embereket, hanem magát itt, ezt az egész térséget, tehát itt a hajdúböszöményhez tartozó szőlőskerteknek a következő években, évtizedekben való hasznosítását én másban látom, mint amire most sajnos használják. Én szeretném, hogyha minél többen visszatérnének a gyümölcs, a szőlőtermesztéshez. Nyilván ez a főzde ezt is segíti. Mi csináljuk közben a gyümölcsfeldolgozást. Menet közben vásárolgattam gépeket maga a növényeknek, a gyümölcsösöknek a talajművelését, stb. Azt is megkezdegettük, tehát már azt is csinálgatom. Tehát szeretném, hogy ennek ismét értéke lenne itt ennek a dolognak. Aztán majd az elkövetkezendőben meglátjuk, hogy még a pálinka főzésen esetleg ezen kívül, hogy még valamivel, amit lehet a gyümölcsökből készíteni, hogy valamilyen irányba hogy elindulunk-e. Ezt még nem tudom pontosan. Szeretném, hogyha újra értéket tudnánk adni ennek a résznek, ennek a régiónak. Tehát gondolom, hogy ezzel mindenképpen hozzájárulok ahhoz, hogy legyen értelme gyümölcsfát telepíteni, gyümölcsösben gondolkodni. A jó pálinka, ez érdekes, mert nem mindenkinek ugyanaz a pálinka a jó pálinka, de azért azt tudni kell, hogy egy jó pálinka az csak érett egészséges gyümölcsből készülhet, ez mindenképpen kell hozzá, tehát technológiailag érett legyen, tiszta legyen a gyümölcs, egészséges legyen, és ezen kívül még nagyon fontos a cefrézés, tehát hogyha hiába volt jó az a gyümölcs, hiába csináltunk, hiába daráltuk meg, stb., hogyha elhanyagolódik utána, tehát túl van tárolva, nem megfelelő hőmérsékleten naposztatjuk a cefrét, stb., vagy esetleg nagyon hidegben van, tehát az mindenképpen kárára válik. Tehát egy jó gyümölcs, egy jó cefrézés és egy jó főzés. Egy jó főzés az pedig áll egy jó technológiából, egy jó berendezésből és egy jó technológiai levezetésből. Tehát a főzőmester, ha nem akar jól főzni, akkor hiába teszünk neki oda bármit, jó cefrét, jó berendezést, nem lesz jó. Tehát ezt tudni is kell, meg szeretni is kell csinálni. Tehát a kettőt még plusz együtt, mert akkor lesz jó. Na most minden berendezés más. Vannak olyan berendezések, amin a legjobb főzőmester sem tudna jót főzni, viszont a jón is lehet rosszat.
Tehát ez meg kell ismerni, meg kell tanulni, hogy az adott berendezés az hogy működik, milyen hőfokon, hogy dolgozik, milyen gyümölcsszefét, milyesmi hőfokon főzzünk, milyen intenzitással, mennyit vegyünk el belőle előpárlatot. Tehát ezeket mindegy gyakorlatban tanulja meg az ember. Hát tanulni kell, meg gyakorolni, én ezt tudom mondani. És hát maga a szakképzés, tehát szakképesítés nélkül lehet pálinkát főzni, de nem biztos, hogy jó lesz. Tehát én ezt tudom mondani mindenkinek. Plusz azt, hogy nagyon veszélyes. Tehát maga az előpárlat az egy nagyon veszélyes alkotó. A metilalkohol, ugye hallottuk többször a médiából, hogy sok probléma volt vele az elmúlt időkben. Halálos méreg, sejtméreg, ugye először kezdődik a kötőhártyával, szemet tönkre teszi, tehát vaksággal, stb. Aztán meg, ha több kerül a szervezetbe, akkor halált okoz. Tibi, ez most mennyire főszezon nektek? Nektek van ilyen, hogy főszezon? Hát hogy ne lenne, ilyenkor van nekünk a főszezon. Ez nálunk egyébként augusztustól január közepe végéig tart a főszezon. Mi nem igazán nagyon szoktunk megállni a főzéssel, tehát egész évben dolgozunk, lelassítjuk a főzést, nyáron már kevesebbet főzünk, nem minden nap főzünk, van, hogy valamelyik berendezéssel megállunk, akkor azt karban tartjuk. Tehát körülbelül így csináljuk, összevárjuk, tehát már nyáron, mit tudom én, egy május-júniusban már általában úgy szokott lenni, hogy először csak heti 3-4 napot, utána már csak 2, a végén már lehet, hogy csak 1 főzünk, tehát így összevárjuk a főznivalókat, és akkor így oldjuk ezt meg. Hát most van, igen, most van a főszezon, éjjel-nappal dolgozunk, 4 fővel dolgozunk, tehát éjjel-nappal megy a főzde. Hál' Istennek most ez az évjárat elég jónak néz ki, jók a cefrék, sajnos ugye a mezőgazdaságnak a gabonatermelésre nem a legjobb volt, meg most sem a legjobb az időjárás, kevés az eső, a gyümölcsökhöz viszont ugye ez kellett a sok napsütés, kevés esővel, kevés betegséggel, ugye ilyenkor azok sem annyira telepednek meg a gyümölcsön. Jó, magas cukor, magas Brix tartalommal vannak most a gyümölcsök, szőlőből is egész különlegesen magasakat, sőt almából is nagyon magasakat mérünk. Komoly beltartalmi értékek vannak, jó a pálinkák is, nem csak sok a pálinka, hanem jó finom pálinkák is készülnek most. Hogyan történt maga a dizájn kiválasztása a szepesi pálinka főztén? Igen, ezt a dizájnt, ezt a címkét, ezt egy helyi dekoratőr tervezte nekem, de hát ő nem csak ezt az egy tervet csinálta, hanem készített legalább 6, úgy tudom 6-ot küldött át e-mailbe nekem mintát, és akkor ezt én a családdal, főleg a gyerekekkel, de ott is a kislányom az, aki nagyon kreatív, vele diskuráltam meg, és ő választotta ki ezt a címkét, hogy nekünk ez legyen a pálinkás üvegünkkel ez a címke. Tehát kislányom kiválasztás alapján történt ez. Díjak, rengeteg díjad van. Igen, szoktam versenyeken indulni a pálinkáimmal. Országos versenyeken indulunk a pálinkáinkkal, vagy a pálinkáimmal ott szoktam indulni, nemzetközi versenyen. Gyulán szokott nemzetközi verseny lenni, vagy volt régebben inkább. Tehát határon túlról is egész sok pálinka érkezett, vannak sok szép eredmények. Az egyik, amire nagyon büszke vagyok, az igaz, hogy már nem pálinka, egy almapálinka alapú likőr. Erre többek között azért vagyok büszke, mert ez saját recept alapján készült, ez egy fahéjas mézes alma. Ebből csináltam, egyszerű volt egyébként a dolog, csináltam belőle 3 mintát, 3 receptúrát, és ismerőseimmel megszámoztam, ismerőseimmel végigkóstoltattam, és amelyik legtöbb szavazatot kapta, az lett elkészítve. Elég sikeres, ez Gyulán aranyérmet hozott, Gyulán likőr kategória győztese volt 2012-ben, tehát elég jó sikerült recept lett ez. Erre büszke vagyok, erre is, erre a termékemre, mert ez már ugye nem pálinka, erre a párlatra, likőrre, mert ez már ugye egy 30%-os alkohollal van, tehát ez már nem annyira erős, ez egy kellemes almás süteményre hajazó, tehát aki azt szoktam mondani, hogy aki az almás süteményt szereti, aki gyerekkorában a tejbegrézett fahéja lette, az biztos, hogy szeretni fogja, mert ugye itt ez a kettő, ez van jelen. Nagyon jó harmonizál egyébként a fahé az alma pálinkával. Nincs kedvenc pálinkám, ugye mind a saját gyerekem, én azt szoktam mondani, aztán egyformán szeretem őket. Nyilván van, amelyiket sűrűbben
alkalomszerűen nyilván fogyasztok, meg van, amelyiket kevésbé. Na most, amit legszívesebben fogyasztok egyfajta pálinkából, az szinte tényleg a baraszt, meg talán a vilmoskörte. Aztán, hogyha meg csak úgy bele kell kóstolni, akkor megjönnek ugye az apró magvasok, málna pálinka, fekete ribizli pálinka, szabóca pálinka, tehát ugye vannak itt nekem ilyenek, és akkor azokat is nagyon szívesen megkóstolom, nagyon finom pálinkánk azok is, csak hát azt úgy egész este úgy mondtát, hogy több pohárral is meginni belőle, azt úgy annyira nem szeretem. Az inkább azt mondom, hogy a vilmoskörte, a sárga barasz pálinka, tehát ezek inkább a mi úgy tömegpálinkák. Na és család és pálinka főzés, meg fogod egyszer is fertőzni őket, a gyermekeidet? Hát nem tudom, a fiam, a nagyobbik fiam, az valamilyen szinten már úgy néz ki, hogy megfertőződött. Ő 23 éves, a Corvinus Egyetem élelmiszeripari mérnöki karán hallgató Budapesten, tehát belőle úgy néz ki, hogy szeszipari mérnök lesz. Aztán, hogy itt fog-e dolgozni, vagy ezt folytatja, azt nem tudom. Remélhetőleg igen. Hát úgy gondolom, hogy egy pár évig még jó lenne, hogyha egy kicsit tapasztalatot gyűjtene idegen helyeken, tehát olyan nyilván ilyen szakterületen, de olyan szesz előállító üzemekbe, főzdékbe, stb., amiknek neve van, ami jó, hogy hadd tudjon ráragadni egy kis idegen gyakorlat is, és utána majd meglátjuk, remélem, hogy itt marad. Remélem, hogy itt marad Böszörményben, remélem, hogy ezt a megkezdett vonalat fogja folytatni, kibővítve akár egy kereskedelmi pálinka főzéssel, tehát már akkor az eladás, boltok, stb. Tehát meglátjuk, szeretném, hogyha ezen a vonalon maradna a fiam.